Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pontban műsorunk meghívottai, hát kor függvényében kezdem, tehát a rangidős Koronka Gábor, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem negyedéves, illetve magiszteri elsőéves diákja a film média szakon, és Szilágyi Szilárd, aki harmadéves ugyanazon az egyetemen, ugyanazon a szakon. Üdvözlöm Önöket a stúdióban. Annak ellenére, hogy azt, hogy ugye Gábor az idősebb, úgy tudom, hogy Szilárd az, aki megtalálta azt a programot, ami az utazásról és a munkáról szól, tehát diákmunka lehetőség, work and travel projektet, amivel az Egyesült Államokban volt a tavaly nyáron, és az idén pedig mind a ketten ott voltak. Hogy lehet egy ilyen programot megtalálni? Gondolok arra is, hogy ugye elég sok helyre csábítgatják a kelet-európai fiatalokat, és nem biztos, hogy az egy megfelelő hely, tehát hogy nagyon sok csaló van ezen a pályán. Szóval, hogy találta meg ezt a lehetőséget? Először is üdvözlöm a nézőket, köszönjük a meghívást. Hát ez a Work and Travel program, ez nekem így szájról-szájra terjedésre került hozzám. Egy ismerősöm, szintén veterán volt, az egész egyetemi évét kihasználta erre, hogy ezen a programon részt vegyen. Reméljük, hogy hosszú egyetemi időszak igen. volt, tehát orvosi vagy építőmérnök. Igen. És akkor az egyik évben meggyőzött engem is, hogy részt vegyek ezen a programon. Szintén Marosvásárhelyről, vagy igen, hogy ez nem igen. kötődik így földrajzilag sehova? Marosvásárhelyi az illető, nem nincs kötve sehova, az egész Romániában lehet jelentkezni erre a programra. És miről szól ez a program? Ez a program az Egyesült Államok által támogatott program, egy cserediák programnak mondható. Az a lényege, hogy egy bizonyos időszakra, 3-4 hónap, ez különbözik országtól függően, mert ugyebár más országok diákja is részt vehetnek ezen a programon. Amerikában lehet időt tölteni, az idő első részében dolgoznak a diákok, megismerik az amerikai kultúrát, ugyebár erről is... Mármint a munkakultúrát. Azt is, igen. És a program második része, ugyebár a Work and Travel névből adódóan is a kirándulás, és ekkor az megkeresett pénzt el lehet költeni, és lehet kirándulni. És el is költik. Tehát, ugye Gábor az idén csatlakozott, először volt ennek igen. a programnak a keretében az Egyesült Államokban, szóval, hogy miről szólt tulajdonképpen? Tehát gondolom, hogy nem bányában dolgoztak, vagy valami ehhez hasonló dolog. Hát igazából... Nekem az, hogy kimenjek, azt igazából Szili tette lehetővé. Én egyedül annyira, mint Szili, lehet, hogy nem indultam volna el. És szerencsére mi be tudtunk illeszkedni egy ilyen fagyigyár cégbe, egy ilyen kisebb cég, ami úgymond ilyen homemade, tehát otthoni De fagyikat lehet csinál. Választani? Tehát, hogy persze, vannak persze, ajánlatok persze. ebben a csomagban, és akkor az ember kiválaszt magának egy munkahelyet, vagy... Igen, igazából minden egyes cég, amerikai cég, ami ebben a programban úgymond részesül, onnan bármit lehet választani, ami nagyon-nagyon sok. Tehát, hogy találkoztam ugyanúgy Romániából jövő emberekkel, akik... úgymond mondjuk hotel fenntartók voltak, vagy fagyit adtak el, vagy fagyit csináltak, ugye bármint mi, vagy akár nem csináltak semmi más, csak kijöttek a hegedűjükkel, és kimentek a tengerpartra, és akkor hegedültek. És szerintem ez nagyon érdekes, hogy ugyanúgy, mint egy amerikai, választhatunk bármit, és nem kivételeznek velünk abszolút semmilyen szempontból. Hát gondolom, hogy azért a törvénykezésben valamilyen módon segítenek, tehát hogy úgy tudom, hogy az Egyesült Államokban nagyon nehéz munkát vállalni, tehát hogy ez azért egy különleges kalapba kerülnek, jogi kalapban, és ebben azért segítenek, nem? Így van, ugyebár az Amerikai Egyesült Államok támogatja ezt a programot, ezen belül Romániában vannak
irodák, akik intézik úgymond a papírmunkát, ami tehát a szükséges, a közvetítést, közvetítést, igen. igen, és akkor ezen belül kétféleképpen lehet jelentkezni a programra. Aki új, az annak keresnek egy munkát, tehát felajánlanak egy opciót, és segítenek nekik szállást találni. És a második opció az, amikor te mondjuk már másodjára vagy harmadjára mész vissza, és esetleg ugyanarra a helyre mész vissza, és akkor kérhetsz egy munkaszerződést ettől a cégtől, és akkor így meg a programdíj is változik. Igen, tehát gondolom, hogy előnyben vannak azok, akik többet szerre mennek, többet szerre fogadják el őket, mert itt azért igen, van egy kis probléma a munkaadó részéről is, mert neki is kockázat az, hogy milyen diákot kap, ez aki hogyan áll hozzá a vagy dologhoz. Igazából, hogyha új vagy ebben a történetben, akkor igazából vagy egy Skype interjú megbeszélésen szokott ez kiderülni, vagy hogyha van egy olyan jó barátod, mint nekem például Szilárd, akkor ő be tud minket ajánlani, és igen. tudják, hogy ő mennyire megbízható, ezért minket is megbízhatónak képzelnek. Így van. Így van, határozottan. Tehát úgy értem, hogy amikor ön ment először, akkor már volt egy valaki, aki ugyanígy, mint ön Gáboréknak így törte az utat, tehát hogy azért már volt a háta mögött valaki, aki megbízhatónak bizonyult. Meglepő módon egy érdekes stratégiával segített nekem ez a srác. Nem hagyta azt, hogy nem hagytam én neki azt, hogy az egész program papírmunkáját és a jelentkezését, a kijutást általa oldjam meg, hanem igazából éljen meg azt az izgalmat, meg azt a nehézséget, ami általa én kijutok. Ő is ott volt a közelemben, hogyha kellett, ugyebár lehetett hívni őt, bármilyen probléma adódott, de rám bízta azt, hogy én keressek egy munkát magamnak, én keressek lehetőséget magamnak, és akkor így valahogy felelősségtudatosabban tudtam részt venni ezen a programon. Igen. Említette, hogy nem ment volna, hogyha Szili nem hívja, vagy nem meséli el, hogy ez azért egy jó dolog, akkor nem indult volna ilyen messzire. Messzire van? Tehát milyen hosszú volt az út? Hát igazából nagyon-nagyon messzire van, légvonalban legalább 7000 kilométerre voltunk az otthonunktól. Maga az út arra fele olyan 9,5, akár 10 órát is igénybe vehet, viszont visszafele, mivel a föld forgásával ellentétesen megyünk, úgy igazából ilyen 7,5 óra alatt itthon is voltunk, vagyis hát nem itthon, hanem Európában, és onnan még 2 óra utazás. De igazából hamar eltelik, mivel akkora nagy izgalom van bennünk, és akkora nagy dolog az, hogy mi most a filmekben látott Amerikába tényleg oda megyünk, és megláthatjuk, hogy milyen az az atmoszféra, hogy szerintem egy röpke alvással igazából egy csettintés alatt eltelik. Igen. Na hát én ezért egy kicsit így, ha elgondolok 9-10 órát a repülőgépben, akkor kicsit így nyomasztónak tűnik nekem. És hát gondolom, hogy a szülőknek úgy szintén, tehát hogy a szülőknek azért ez nem egy csettintés volt, és nem örventek különösebben annak, hogy nem szovátára mennek el nyáron dolgozni, nem? Tehát volt egy kis ellenállás? Igen, én első évben ezt nagyon megéltem, nagyon sok beszélgetés folyt le éjszakánként, mielőtt beiratkoztam erre a programra, viszont ennek meg is lett a gyümölcse, és szerintem nagyon büszkék ránk a szüleink, hogy részt vettünk ezen a programon. És milyen Amerika? Tehát, hogy a filmek Amerikájába kerültek, vagy azért nem egészen így van? Szerintem valamennyire azért mindenképpen megláttuk a filmekben, hogy mi az tényleges atmoszféra. Viszont azért pár dolog, amire nem számítottam, hogy például az első a legnagyobb, hogy tényleg annyira kedvesek az emberek, most beszéljünk úgy a menedzserekről, a munkahelyi főnökökről, mint a vásárlókról, mindenki nagyon-nagyon kedves veled, és olyan, mintha 1000 éve ismerne, és a legjobb barátod lenne. Úgyhogy igazából ez engem nagyon-nagyon lenyűgözött. És ezt mivel magyarázza? Tehát mi itt Kelet-Európában sokkal stresszesebbek vagyunk, és azért így tartózkodóbban viselkedünk egymással, hogy ne mondjam, hogy gyanakvóbban. Én szerintem annyi határ van itt, tényleges határ, ami kultúrákat vesz igazából össze, hogy azt mondjuk, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint a másik, és akkor nehezebben viselkedünk egy picit jobban. Viszont Amerikában ott kimondhatják, hogy oké, hogy én most más államból vagyok, mint te, de attól még mind a ketten Amerikában vagyunk, és együtt kell harcolnunk, és együtt kell legyünk, ezért mindenkivel alap, hogy nagyon-nagyon jól kell viselkedni.
Igen, tehát először is sose tudja az ember, kivel találkozik ismét össze, tehát hogy ez azért így egy jó dolog lenne, hogyha az emberek így őriznék a jó kapcsolatot mindenkivel. De hol voltak földrajzilag? Tehát, Mi Maryland államban voltunk, Ocean City városában. Erről a városról azt kell tudni, hogy ez egy szigetváros, tehát hogy egy nagy öböl veszi körbe ezt a szigetet, és az óceán a másik oldalán. És itt körülbelül 6000-7000 lakos van jelenleg. Ez azért mondom jelenleg, tehát hogy a szezonon kívül, tehát aki tényleg ott lakik, és ez nyáron akár felmehet 350 000 lakosra is, különböző programok bevonzák a turistákat. Ezért is ez nagy, egy borzasztó különbség, nem? Nagyon nagy. Nem. És sokan mondják, hogy már lassan nem is bírja a város ezt a sok embert, és ezért egy nagy work and travel diák csomópont, fogalmazzunk így, Ocean City-ben nagy munkára van szükség. Időre, egy időre, egy bizonyos időre az igen. évben. Igen. És máskor nincs szükség rájuk. A máskor szerintem a helyiek megoldják a turisták vendégelését télen például. Igen, ez, tehát ez azért azt sugalná az embernek, hogy önök azért nem amerikaiak, tehát hogy nem haver, aki amerikai, hanem bevándorló, tehát hogy idegen azon abban a városban. Ezt nem éreztették mégis? Én amikor mentem ki Amerikában, akkor féltem egy kicsikét ettől, mert hogy én azt tudtam, hogy nagyon nehezen engednek be oda valakit, mondjuk egy ilyen külsős, tehát igen. nehéz is oda most ki emigrálni vagy valami. Viszont nagy meglepetésemre, úgy ahogy az előbb is mondtam, mindenki nagyon kedves volt, és voltak olyanok, amikor direkt megkérdezték, gondolom hallották a beszéd nyelvemen is, hogy honnan vagyok, hova valósi vagyok, meddig fogok itt maradni, minden, és amikor ezt elmondtam nekik, akkor egy óriási nagy mosollyal gyakorlatilag mondták, hogy jaj, akkor remélik, hogy nagyon jó időt töltök itt már Amerikában, és remélik, hogy visszajövök Amerikába, és hogy további jó szép napot, és hogy menjek el mindenfele, nézem meg egész Amerikának mindenféle részét, tehát hogy mindenki mindenféle jó kívánságokat el tudott mondani. Igen, nem? Tehát szintén nem tapasztalt semmiféle gyanakvást, vagy ilyen másságérzetet, hogy másképp kezelik, mint hogyha, nem tudom, a szomszéd fia lenne. Nem, én is nagyon jól megértem ezt a részét a programnak. Szerintem alapvetően egy nagyon jó közösségbe is kerültünk, és mivel szerintem, ahogy mondtam, hogy nagyon sok ebben a 350 000 emberben szerintem beleszámolják a diákokat is, akik oda mennek dolgozni, ezért valamilyen szinten már elfogadta ez a város, hogy ők a része a városnak nyáron főleg, és ezért velük jól kell bánni, ezért, hogy mondjuk jövőbe is jöjjenek. És ők jöjjenek, és nem más. És ezért úgy bánnak velünk, hogy jól érezzük magunkat alapvetően, hogy a programnak teljesítsenek ők is, és ezáltal nekünk is egy feledhetetlen élményt nyújtsanak. És milyen a munkafegyelem? Igazából nem látom annyira, mint itt. Persze van. Úgy tudnám elmondani, mint egy tanárnőt, aki szigorú, bár nagyon kedves. Tehát, hogy a szigorúság az megvan. Minden megvan, persze tisztán kell lenni mindennek, és hogy mindennek meg kell legyen a helye és az ideje. Viszont mégis minden egyes főnök és minden egyes ott dolgozó igazából nagyon barátiasan közöli ezt veled. Vagy hogyha valamit vétettél, valamilyen hibát, akkor is nagyon barátiasan igazából megpróbálnak oda menni, megmutatni, hogy ezt nem így kell, hanem most ezt így kellett volna, de amúgy semmi probléma nincsen. Nem voltak akkora nagy kötöttségek, hogy most ha történt egy-két hiba, akkor végzetes legyen. Szóval, hogy az elején közlik a játékszabályokat, és aztán utána ezt szépen be kell tartani. Így van. Tehát, hogy mindenkinek van egy hét tréning időszakja, amikor felkészítenek minket a munkára, bemutatják a munkakörnyezetet, és
Ezután ugye bár hát idő kell annak, hogy te most ezt ilyen nagyon jól kezel, tehát nagyon jól dolgozzál, legyen meg ez a flow élmény a munkában. És van flow élmény. Van. Szerintem van. Szerintem... Na, hát ezt azért meg kellene tanulnunk nekünk is, hogy ilyen flow élménnyel dolgozzunk. Szerintem alapvetően a menedzserünk is egy nagyon jó közösségi ember, nagyon jól bánt velünk, és ezért megvolt ez az élmény, tehát hogy megteremtett ezt a munkakörnyezetben a jó időtöltés élményét. És hány órát dolgoztak egy nap? Hát ez változó, ugye bármikor kimegyünk, mi egy munkával vagyunk leszerződve, mikor kimegyünk, akkor meg ott lehet választani második munkát, hogyha akarunk egy kis extra pénzt gyűjteni. Hát szerintem egy olyan 8 órától el 16-18 óráig mondanám a napi munkaidőt. Ez mindenki maga válogatja, hogy mennyit vállal be. Viszont ezt minden egyes héten mi választjuk ki. Tehát, hogyha például úgy van, hogy mi 3 napot például a jövő héten el akarunk menni Washingtonba, akkor szólunk a menedzsereknek, és akkor úgy próbálják összerakni a dominót, hogy mi tudjunk elmenni 3 napot. Vagy hogyha fáradtnak érezzük magunkat, és akkor mindig el tudjuk mondani, hogy mondjuk jövő héten én most csak ennyit szeretnék, vagy hogyha nagyon sokat, akkor pedig annyit. És ehhez mindig legtöbbször tudnak igazából alkalmazkodni. Igen, hát gondolom, hogy a többi bedolgozó számlájára, tehát hogy amikor önök nagyon igen. húznak, akkor más megy el Washingtonba. Igen, és így fordítva. Igen. Igen. Voltak Washingtonban? Voltunk. Igen? Igazából igen, voltunk. Egy napot voltunk Washingtonban, úgy kibéreltünk egy autót, el is mentünk oda, és utána vissza is. És szerintem nagyon-nagyon jó időszakban mentünk, nem volt ott majdnem senki sem. Úgyhogy körülbelül mint egy ilyen stúdiószobát megnézhettük, hogy csak mi voltunk igazából benne, és nagyon-nagyon nyugis, nagyon-nagyon nyugodt volt az egész légkör. Bementünk ilyen múzeumokba is, repülőmúzeumba és űrmúzeumba is, nagyon-nagyon jók voltak, ott volt Neil Armstrongnak az eredeti ruhája, amit megnézhettünk, megcsodálhattunk. Úgyhogy igazából egy forgalmas nap volt. Mármint, hogy az önök számára, tehát nehezen bírom elképzelni, hogy ott nincs tömeg, tolongás. Vajon ez minek volt köszönhető? Szerintem Gábor úgy értett, hogy arányában nem voltak sokan. Hát ahhoz volt képest, annyi, mint Marosvásárhelyen csúcsidőben péntek délután. Főleg, hogyha autóba ülünk. Igen. Tehát, hogy arányában szerintem ugye nyár, augusztus közepe vége fele voltunk, hogy ahhoz képest nem voltak sokan. Viszont nyilván egy elég lakott városról beszélünk, volt nyüzsgés. De nem számottevő. És autót vezettek. És milyen élmény ez? Mert gondolom, hogy ebbe is azért bele kell szokni. Tehát, hogy feltételezem, hogy más ritmusú az autóközlekedés, legalábbis én a filmekből így látom. Nekem sikerült idén a jogosítványt szereznem ott. Úgy éreztem, hogy... Igen. Tehát ott külön kell vizsgázniuk? Tehát az itteni engedély az nem érvényes oda? Az ottani jogosítvány az azért volt nekem fontos. Hát nem volt igazából fontos. Én úgy gondoltam, hogy megtanulva a CREST, az ottani CREST, és gyakorolni az ottani utakon a vezetést, az nekem egy ilyen személyiségfejlesztés, tehát valamilyen szinten akár itthon is majd tudatosabban, jobban tudok vezetni. Alapvetően az itteni jogosítványos, az útlevéllel lehet ott vezetni. De azért jó, hogyha az ember egy kicsit aklimatizálódik, tehát hogy átesik egy ottani vizsgán, nem? Abszolút. Főleg, hogy a államoktól függve is különböznek a közlekedési szabályok. Mondjak egy extrém példát, Maryland államban, egy kereszteződésben, hogyha piros a lámpa, és én jobbra akarok térni, akkor én ezt megtehetem, hogyha elsőbséget adok a kereszteződésben átkelő autóknak. Ami itt nincs jelen. Igen. Ön is vezetett? Én is vezettem, igen. Hát igazából én azt vettem észre, hogy ott egy kicsikét gyengébben van fogva ez az egész vezetési téma. Szerintem ott teljesen másképpen vetnek ki is igazából jogosítványokat, tehát hogy autókönyveket, és hogy maga az, hogy szerintem ott nem tanulják, vagy nem annyira fontosnak képzelik, nem tanulják meg annyira nagyon precízen azt, hogy most tényleg hogy kell bevenni egy kanyart, vagy hogy kell mondjuk átsávolni az egyik sávról a másikra.
Bár szerintem mindenki azért annyira lassanban megy, mint például Romániában, hogy kevesebb maga a baleset veszély, pont ezért szerintem nem erőltetik rá azt a nagyon precíz gondolkozást és vezetést. Tehát ők figyelnek arra, hogy ki mit akar csinálni, igen, és hogyha át akar menni, akkor átengedjük. Bár én nem is nem tudok annyira vezetni, rá, hogy... mint például Romániában, de viszont figyelek a másikra jobban. Úgyhogy szerintem ezért nincsen épp annyi, és akkora nagy balesetek. És akkor merrefele utaztak, tehát hogy mi volt a travel része ennek a projektnek? Hát itt kétfele vált az utunk, mivel hogy nekem ez második éven volt, Gáborik azt az úti célt választották, amit én tavaly New Yorkot, ezt abból kifolyólag is, hogy közelebb volt hozzánk. Én idén átutaztam a nyugati partra, itt meglátogattam Las Vegas-t, San Franciscot meg Los Angeles-t. Eljátszott a keresett pénzt. Hát szerettem volna, de mivel kiskorúnak számítok ott, igen, még ezért nem tehettem meg. Igen. Nagyon érződik a különbség szerintem a nyugati és a keleti part között. Én biztonságosabbnak érzem a keleti partot, viszont nagyon jó tapasztalatokat szereztem a nyugati parton is. És New York? Hát New York egy óriási nagy élmény volt számunkra. Majdnem 5 napot voltunk igazából ott, és hát be kell valljam őszintén, hogy maga a nagy attrakciók, amikre tényleg elmentünk, azok bár tetszettek, de olyan sokan voltak, akkora nagy tömeg volt, hogy annyira nem tudtuk élvezni. Viszont az, amikor igazából csak mentünk az attrakciók fele, és csak sétáltunk pár utcán, az egyszerűen lehengerlő élmény volt igazából. Tényleg, mintha egy filmben lennénk, az óriási nagy épületekre nézünk fel, amik a minden egyes filmekben megjelentek, az nagyon-nagyon jó élmény. Érdekes emberek is vannak ott, amikor soha nem unod meg magadat, hogyha sétálsz az utcán, de csodálatos. Nagyon-nagyon igen, csodálatos. Azt szokás mondani, hogy New York a legeurópaibb városa Amerikának, tehát hogy ez tulajdonképpen olyan, mint egy koncentrált európai nyüzsgés, tehát hogy ott hiányzik a leginkább a nagy tér, ami ugye Amerikára jellemző. Tehát érzékelte ezt az európaiságot, vagy azért így az óriási épületek között így? Hát mi nagyon nem ben volt voltunk ideje. Mi nagyon ben voltunk a sűrűjébe, úgyhogy igazából a lényeg az volt, hogy mindenhol minden volt, minden egyes helyen volt egy mexikói étterem, minden egyes helyen volt egy kínai étterem, minden egyes helyen volt mindenféle étterem, amit csak el tudunk képzelni, és minden más is. Úgyhogy ilyen szinten nagyon-nagyon sűrű volt, de viszont azt szerettem például New Yorkba, hogyha például a harmadik nap elmentünk a Central Parkba, ami egy, pontosan nem tudom, úgyhogy nem tudok számokat mondani, de szerintem legalább megvan egy vagy két vásárhely méretű park, ami nagyon-nagyon nyugis, nagyon-nagyon jó emberek vannak benne. Volt egy ember, ahova csak simán leültünk, ő pedig szaxofonozott, és látta, hogy én nagyon-nagyon élvezem és filmezem a zenéjét, és akkor elkezdett velem beszélgetni, és több mint fél órát beszélgettünk, hogy ő hogy került ide, miért van itt, és minden. Igen, na most viccelődtünk ugye Las Vegas-szal és az eljátszott pénzzel, de megéri ez a projekt? Tehát, hogy ez tulajdonképpen így, hát ugye a diákok számára főleg tandíjbiztosítás és a többi, tehát hogy ilyen értelemben megéri, ez ilyen értelemben is megéri az, hogy az ember elmegy a föld másik felébe? Én úgy gondolom, hogy egy anyagilag nagy befektetés kell tenni, egy diák számára nagy befektetés kell tenni ennek a program. Én úgy gondolom, hogy ennek a programnak a részvételéhez egy nagyon nagy anyagi befektetést kell rááldozzon a diák, és úgy gondolom, hogy ez a diáktól függ, ahogy ő milyen mentalitással áll neki a munkának, hogy ő most azt akarja, hogy fú, ameddig ott vagyok abban a városban, azt úgy éljen meg, ahogy szeretném, tehát hogy a fülig teljel, vajjal, mindennel jól érezzük magunkat, vagy mondjuk dolgozunk többet, és félre tudunk tenni pénzt, ezáltal többet tudunk kirándulni, esetleg a program díját is vissza tudjuk szerezni, és így mondjuk következőben is, hogyha lesz kedvünk, akkor jelentkezhetünk erre a programra. Alapvetően úgy gondolom megéri. Igen, tehát megéri a befektetést. Igen. Igen. Ez a benyomása önnek is? Teljes mértékben egyetértek igazából Szilárddal, mert én is úgy látom, hogy ha úgy megyünk ki oda, hogy na most akkor ki akarjuk élni a mindennapjainkat Ocean City-ben, ugye ahol mi voltunk abban a városban,
akkor én ismertem olyanokat, akik egy munkával voltak, jól megvoltak azzal, körülbelül el is költötték utána mondjuk Amerikában egy hónap alatt, vagy két hét alatt, és utána hazamentek, és ez nekik pont így volt jó, mert erre akarták elkölteni a pénzt, viszont ismerek olyat is, akik ugye pár nagyon-nagyon azt mondták, hogy na jó, akkor én most dolgozni jövök ide, és akkor haza tudok jönni egy keményebb megkeresett pénzzel. Igen. Hát én gratulálok önöknek, nem tudom, hogy ez most gratuláció célja-e, de hogy mindenképpen gondolom, hogy egy életre való tanulság, biztos. És hát megnézni a világ másik felét igazán nem kicsi dolog. És köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt mai Pont Ma műsorunk. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra. Thank you.